vágy, vágy, vágy. érsz, Energia. Energia. Szex. 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 Szex, Sokan sok minden gondolnak a szexről. Hétről hétre olyan témákkal jelentkezünk, amik neked is új nézőpontot adhatnak. Induljon be a fucking good sex! sziasztok! Sziasztok, köszöntünk titeket egy új epizódban. Nagyon izgalmas témával készültünk, aminek a címe az, hogy mi van a visszatartáson túl. Hmm. Hmm. Azt a... Ugyanis van egy ilyen statisztika. Mit tartunk vissza? Mit tartunk vissza? Van, amit azért nem árt. <hállt> Nem, <laughs> nincs olyan. <laughs> Van egy olyan statisztika, hogy a nők arról számolnak be, hogy a férfiak többsége elsőre 2-5 perc után elmegy, és utána pedig még esetleg lemegy két-három menet, ahol esetleg sikerül 5-10 percig is bírni. Ha ennél tovább, akkor pedig arról számolnak be a férfiak, hogy hú, már sikerült visszatartani. És egy komoly erőfeszítés, hogy, hogy visszatartsák, mit ugye az ejakulációt. Tehát, hogy, hogy, és hogy az, innen jött az ihlet, hogy, hogy mi, mi lehetséges ezen túl, hogy tovább bírja a férfi, ugye, mert tehát, hogyha az, a, arról a, az együttlétről, amiről itt beszélünk már ugye részről részre, hogy, hogy, ez a tényleg egy ilyen orgazmikus, tehát egy, tényleg egy tápláló, tényleg egy ilyen ilyen energiával feltölt, Teremtő. és az több kell, mint öt perc, még tényleg a nőnek, abszolút. És és hogy mi van azon túl, hogy visszatartsa a férfi, és akkor mit tudom, visszatartása mondjuk bír fél órát, és akkor az már egy szuper teljesítmény. De hogy hogy lehet mondjuk órákig, vagy egy órán keresztül is úgy ott lenni, hogy ne visszatartásból, hanem tényleg mi más lehetséges még lesz? Kérlek. Fú, ez, ez bennem nagyon sok ilyen ellenállás felhozott, hogy így méregetjük azt, hogy hogy most akkor öt percig bírja, vagy két percig, vagy... Uh -huh. vagy ö, Én azt gondolom, hogy öt perc alatt is lehet kurva jó, tehát hogy nem mondom, hogy együtt, együtt létben lenni, de egy ilyen nagyon öt perc alatt is el lehet mélyíteni ezt a ezt az energiát, tehát hogy nyilván nem tud elmélyülni egy bizonyos foknál jobban az idő keretek miatt, de nem helyeznék nagy figyelmet. Tehát, hogy megint az, hogy ez megint ilyen, ilyen hiányból van, hogy megint az, hogy méregetem, hogy nekem nagyobb orgazmusom volt, nekem öt percig, öt percig tartott. Tehát hogy ezek ilyen tök jó jelző, jelző értékek, de, de nem, tehát, hogy nem ez a lényeg. Na igen, most miért, nem nevettek? <laughs> Jó, a, Nekem most egyébként erről, amit így elkezdtél mondani, egyből az jött föl, hogy a izé, hogy amikor a középiskolába a fiúk a fiúk méregetik, hogy na most kinek van nagyobb nemi szerve, és akkor az enyém hány centi, az enyém hány centi. Szóval, hogy Nekem most ezzel, de ez így teljesen kicsit kapcsolódik ehhez, de mégsem, hogy az jött föl, hogy, oké, nem a nagyság, meg a hosszúság, meg a nem tudom mi a lényeg, hanem az, hogy ki, tud, ki és hogyan tud vele bánni. Mert, de mert itt igen. Is, hogy az energia ebben is miatt lazulunk bele a folyamatba. Tehát, hogy azért, ami, hogyha a másik magához képes, magához tud kapcsolódni a vágyához, és megmutatja azt neked, és és nem tart vissza belőle semmit, akkor, akkor igazából egyrészt, hogy valakinek ez így első, lehet, hogy így befogadhatatlan, de az tök jó, meg lehet állni, vagy akkor a, a, másik meg tudja nézni, vagy meg tudja figyelni, hogy mennyit tud befogadni a másik, és hogy egyre jobban, egyre jobban lejjebb vagy feljebb kapcsolni ebbe. De hogy ez, ez figyelemmel és jelenléttel és nyitottsággal kell jelen lenni, és nem az, a, nem az a, lényeg, hogy tehát, hogyha már elkezdek valakivel egy ilyen szexuális kapcsolódást folyamatot, akkor, akkor figyelnem kell valamilyen szinten rá, nem, tehát, hogy nem valamilyen szinten, hanem figyelnem. Tehát, hogy a, a vágyam fókusza, nem lehet, csak, tehát hogy nem csak az, 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 tehát hogy igen, egyrészt az én felelősségem az, hogy én mennyire tudok elmélyülni a saját folyamatomban, viszont a másik oldalon meg figyelnem kell arra, hogy a másik meddig tud elmélyülni. És ennek a kettőnek az összhangjából lesz egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen gyönyör hullámzásos folyamat, hogyha megegedjük, de hogy ahol már nem cél, és nem nem eredmény és orgazmus orientált a dolog, hanem, hanem már maga az, hogy mi együtt vagyunk, és az tök jó ebben a, ebben a gyönyörteli állapotban lenni a, a másikkal. És ezt megoszhatom a másikkal, és valamilyen szinten ugyanazt érzi a másik, amit én, és ez igazából ez a legjobb, és ez tud közelebb kapcsolni, vagy közelebb húzni, Minket egymáshoz, mert valamit, valamit megteremtettünk egy érzés, egy érték értékközösséget, amit igazából nem tudsz szavakkal meghatározni. Mert hogy ez már szerintem túlmutat azon, tehát amiről te beszélsz, laci, ez nekem túlmutat azon, mint amikor a, a, a stressz, stressz levezetésre használt szexet, és, és én simán nem el tudom képzelni. Váló, váló. Hogy, Ezt még hadd mondjam, hogy... Mondjad. Hogy hogy az a, hogy, hogy igen, hogy mi a szándék, mi a cél, amivel belemegyek, hogy én, hogy én feszült vagyok, vagy mindenképpen szex kell, vagy hogy én ez, ez, a, ez a bekapcsolok, és én dugni akarok, és az általában mindig úgy végződik, hogy a, a, a másik tudottan vagy tudattalanul átmegy a határain, és jóval kevesebb energiája lesz, vagy azért megyek bele a szexbe, mert hogy a másiknak majd jobb jobb lesz, de nem lesz jobb, mert, mert az pillanatra csak bevet valami aspirint, hogy, 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 jobban legyen. Ez nagyon de, is de, holnap, de holnap ugyanúgy fájni fog a feje, és akkor holnap megint úgy, tehát hogy, ne, tehát, hogy mi az a... Igen, ehhez akarok kapcsolódni azzal, hogy én nagyon sokakkal beszélgettem, és nagyon sok nő elmondja, hogy úristen, tehát még az az öt perc is sok abból a szexből. Tehát ő nem is törekszik arra, hogy tovább bírná a párja, hanem még azt is alig bírja ki. Tehát, hogy pont ugye, tehát, hogy a, 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 sajnos ebbe a valóságba ez van, hogy túl akarnak esni a nők is, és inkább tényleg jó, ha csak öt perc, és eljátsszák a nők, hogy milyen fantasztikus volt, és hogy fú, milyen szuper, és öt perc, és sajnos nagyon sok ilyet. És ugye pont ebből fakadó, hogy a másik csak oda adja magát, hogy hát, ha jobb lesz, vagy megnyugszik, vagy feszültség levezeti, és vagy bármi. De az a férfinak se jó. Tehát egy egyrészt egy a fantáziájának a csapdáiba Így van, van, a stresszének a csapdájába. És onnantól kezdve persze, hogyha találkozik egy olyan nővel, aki, aki nyitott, és hogy és hogy kapcsolódnak szexuálisan, akkor, meg el, akkor is is nem, is. akkor egyből egy, egy, elélvez. <laughs> <Több> és hiába akarod te tartogatni, nem, nem? nem. Tehát, hogy te feszültségből, hiába akarom én tartogatni <laughs> <Több> a medencémből az energiát, hogyha, hogyha a nőnek a pinája gyönyörben van, és egyből, ki, egyből kiszippantja az energiát, hogyha nekem nincs meg a stabil, <laughs> a stabil önmagamban lévő, öntudatom vágyam. Ez a kettőt se bírtam pislantani, és már nem voltunk sehol. <laughs> és akkor és milyen volt? Micsoda? Ez <laughs> olyan gyors volt, de lesz, lesz, hogy se fogta. Ebbe, ebbe, az a nagyon érdekes, Laci, amit most így mondasz, mert hogy ugye én ezt megéltem, tehát hogy olyan szinten izgatta a testem annak a, azt a férfit, hogy igen, ez a még kett, uh -huh. kettőt se bírtam pislantani, már elment, viszont volt egy olyan pillanat ebbe a, az első és a második pislantás között volt egy olyan, olyan millisekundum amikor, millisekundum, amikor, én megérzékeltem, hogy viszont ez a pasi valamit tud, amire én tökéber vagyok, valamit tud, amitől az én, az én szexem, Valahogy meg fog változni. És a, ott azt abban a pillanatban nem tudtam, de mondjuk ebben teljesen benne van az, hogy én én totál éber vagyok az energiákra, és hogy én totál, tehát hogy én totál a testemmel együtt mozgok, és egyre jobban mozgok, és egyre érzékenyebb vagyok arra, hogy mi minden van a testemben, és hogy nekem ott abba a. a abba Töredék másodpercbe a testem tökre azt kommunikálta, hogy oké, okay, most ez történt, mert érzékeljük, hogy ennyire izgatod, de hogy itt lesz valami, ami miatt. Érdemes tovább menni ezzel az egésszel. És tényleg így is volt, mert aztán aztán megmutatkozott, hogy hosszú távon ebből lett egy olyan, amit én magam sem hittem, tehát nem gondoltam én ezt előre, hogy ez így fog történni, de megadtam neki a teret, hogy oké, okay, akkor, vagyis ott volt bennem a kérdés, hogy oké, okay, akkor mi más lehetséges még, mi az, amit lehetséges, amitől a testem erre így reagált. És és, és nem csak, tehát hogy, hogy lehet ez egy Két, két perces, vagy öt perces szex élmény, hogyha te közben, azt, vagy közben vagy utána, vagy tök mindegy, de megérzékeled azt, hogy ebben lehet valami más, ami neked hozzájárulást lehet a szexuális életedhez. De lehet az is, hogy te megérzékeled, hogy na baszki ebben nincsen több. Tehát, hogy ebben nincsen több és. Itt, itt bármilyen energiát húzok bele, tolok bele, bármit csinálok, nem fog, ez, nem, ez, ez ennél több nem lesz. Úgyhogy... Hát, van, van akinél, van, akinél, ez, ez ennyire működik, és igen, éberséggel. És a másik, amiről itt az elején elkezdtünk beszélni, az az, hogy, hogy ez a, a két perces, igen, vagy öt perces, hogy, hogy ehhez viszont nagyon kell az, hogy, hogy a, a nő hogy tudja az energiát mozgatni. Mert te is be, szoktál arról beszélni, hogy neked, mint férfinak sem mindegy, hogy a partner, akivel együtt vagy, hogyan tudja az energiákat mozgatni a saját testébe, hogy hogy most képes arra, hogy kiterjedjen, és elengedje, és leengedett falakkal szexeljen, és menjen az energiákkal, vagy oké, szexelek, de közben a medencémbe meg be van szorulva. Hát ehhez kapcsolódik energia. a kérdésem, hogy mondtad itt, elcsíptem egy mondatot, hogy, hogy, hogy az a, a pina gyönyörben van. Hogy milyen az? Hogyan írnád le az ilyet? Vagy hogy gond, Fú, honnan gondolsz? Na, gond, először, először visszamennék oda, amiről beszéltünk az előbb, hogy hogy amikor vagyis igazából összefügg a kettő lényegében, de azt, én szeretek egy ilyen, ilyen szóképeket hozni, hogy mit tudom én, hogyha, hogyha megyünk egy közös gyönyörúton, úton, mondjuk, akkor, akkor, hogyha én, vagy hogyha a nő jóval nagyobb sebességgel megy, mint én, akkor az engem egyrészt megfeszít, mert nem tudok azonnal kapcsolódni hozzá. Ilyenkor érdemes vagy az egyiknek, vagy a másiknak, ő vissza visszamenni a másikhoz, és megtartani a másikat abban, amiben van, és esetleg utána, utána gyorsítani, vagy hogyha az a másiknak kiterjesztő, akkor ott, ott megállni, és onnan, onnan, onnan kibontani, hogy mi lehetséges. De az, hogy, az, hogy a másiknak jóval nagyobb a vágya, mint a, az egyiknek, <laughs> akkor, akkor... akkor akkor elmennek egymás mellett, és akkor, hogy, és akkor hogy rájövünk, hogy a szex közben, hogy én is mással akartam szexelni, meg ő is mással akart szexelni, és akkor mi van, akkor most mit csinálunk mi együtt? Tehát, hogy ez nem, ez nem szeretkezés, vagy ez nem... Akkor, ez, én, én, akkor igazából én el akartam venni a másiktól? Vagy akkor mi volt, mi volt itt az eredeti szándék? És a... Tehát, hogy igazából mindig érdemes visszalasítani és megnézni azt, hogy mi az, ami, mi az, ami, tehát, hogy mi az, ami a vágy valójában él bennem, és azt kibontani. És hogyha a másiknak is ott van ez a, ez a vágya, és hogy még vagy ki van bontva, vagy nem, de hogy segítenem kell a kapcsolódásban, hogyha hosszabb, vagy Hát igen, hogy ott van a lehetősége ennek, igen. hogy igen, invitáljuk erre, mert ugye semmi sem muszáj. De igen, hogy igen, semmi sem muszáj, de hogyha ott vagyunk egy szituációban, is, és tényleg ott vagy mondjuk nyitott nőként, hogy te szeretnél kapcsolódni, akkor akkor igazából ellazítod magad, és, és megnyitod magadnak ezt a gyönyör állapotot, és megengeded magadnak, hogy ez ott legyen. És hogyha ezt a másik is megteszi, és meg tudja tenni, akkor akkor tud elindulni ez a, ez a játékos játékos dolog, amiből lehetnek egy ilyen, lehet belőle bármi. De hogyha a másik ugye meg van feszülve, akkor addig egy bizonyos pontnál, még hogyha belementek a szexualitásba, vagy, vagy elérvezés lesz, uh -huh. vagy tehát, hogy akkor a másik, a teste tudattalanul ki fog belőle valahogy szállni, vagy úgy, hogy lelankad a farka, vagy úgy, hogy elélvez. Mert az neki túl sok, nem bírja uh -huh. el. Uh -huh. Hát eltállam. Vagy nők, nők esetében, hogy. Tehát, hogy igen, és hogy ezeket, mikor a határokat nem tudjuk megszabni magunknak, akkor vannak belőle ezek a szexuális sérülések, hogy. És akkor utána a, ma, a másikra mutogatás, hogy, hogy a másik nem tartott tiszteletben. Nem, én nem tudtam meghatározni magamnak azt, hogy az, hogy ez nekem már túl sok nem bírom el, és hogy most itt álljunk meg, és nézzük meg, hogy most mi van itt, mi a valós, és hogy merre tudunk tovább menni, és hogy akarunk-e tovább menni. De itt, itt, nekem még ezzel az is följött, hogy ez a öt perc alatt elmegy, vagy három perc alatt elmegy a pasiba, hogy hányszor vagyunk benne mi, mi nők, akik, akik nem mondjuk ki azt, hogy, vagy nem mondom azt neki, hogy Főleg, hogyha ez egy olyan kapcsolat, ami mondjuk egy házasság vagy egy partneri kapcsolat, amiben benne vagy, és hogy, hogy, hogy igenis valamilyen megengedésből kikommunikálni azt, hogy figyelj, ki tudnánk esetleg valami mást próbálni, vagy mi lehetne az, amivel te próbálkozzunk, hogy, hogy te egy kicsit tovább bírjad, és mi lenne, hogyha megpróbálnánk valami olyat, amit eddig nem csináltunk. Mert én, én, én kíváncsi vagyok, hogy mi lehet az, ezen az öt perces szexen túl, ami, ami mondjuk nekem is lenne olyan jó, mint ahogy látom, hogy neked kurva jó. Mert, mert ugye azért nagyjából marad. Tehát, hogy, hogy, hogy egy nőnek az öt perc, az a legritkább esetben elég. Van, amikor elég, de a legritkább. Tehát hát az, lehet ne, az nem feltétlenül elég. Tehát, hogy abból de, nem lesz behatoló szex, az de biztos. Nem. De Gabi, még szerintem a csiklóorgazmushoz sem elég az öt perc. Tehát, hogy a nagy többségének a nyilván van. Tehát, ne, ne, tehát nem kell orgazmus fókuszúak lenni. Tehát, hogy mi alapvetően nem arról beszélünk, szerintem ebben a podcastban, mi szeretnénk azt megmutatni azt a lehetőséget, hogy milyen más lehetőségek vannak, mint a a csikló, mint Én a... Én vagyok az orgazmus függő. függő. <laughs> Persze, nem vagy az. Már ezt nem vesztük be, de mondhatod. Há, jó. Maradjunk. Igen, tehát, hogy valamilyen más uton, tehát, hogy azt már tudjuk, hogy mi az, ami, 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 hogyha megjelenik a medencében egy kis energia, akkor ott el lehet élvezni, vagy férfiként, vagy nőként, egy, akár egy csikló, vagy egy farok kapcsán, kapcsán, megtörténik ez az energiavesztés, de mi van, hogyha ez az energia, ez, ez felfele is tud menni, vagy befele is tud menni, és, és én a, a, ez, ez életre kelti a testemet, életre kelti a hangszállaimat, életre kelti bennem a, a játékosságot felforrósítja a testem, tehát elindítja a belső folyamatokat, mert ez a szexuális energia igazából elszivatott vagy erre képes, és hogy így vissza megyek ahhoz, hogy nem tudom, hogy az előző részben, vagy az ebből a részben beszéltünk arról, hogy, hogy hogyan lehet tovább élni. Hát, hát valamilyen szempontból ezzel, hogy megtöltöm a testemet energiával, hogy, hogy uh, akár egy önkapcsolódás során, vagy egy, vagy egy szeretkezés közben a párommal, hogy igazából ezt az energiateret, ezt magamnak is fent tudom tartani, de hogy, de hogy nővel sokkal jobb. Tehát, hogy hát, hogyha van, van, igen. igen tehát hogyha van társam Társa, ebben, igen. hogy akivel megélem ezt a gyönyörteli kapcsolódást, ami, a, tehát, hogy ami, ami engem is nagyon, tehát, hogy visszatölt, és meghívja, meghívja a férfiasságomat, meg, meg ugyan a nőiességemet, hogy tehát, hogy igen, tehát, hogy férfiként ott van bennünk a, a maszkulin és a feminin energia, tehát, hogy női és férfi energia is, ami azt jelenti, hogy igen, én tudok férfi lenni, de hogyha nem vagyok a másik oldalon, um, tehát, hogy megfogadó, befogadó, elengedett, tehát, hogy megengedő a másikkal, akkor, akkor ez egy, ez egy ilyen, ez egy ilyen Feszült energia lesz, amiből az lesz a vége, hogy csak. Tehát, hogy eltolódik. Tehát, hogy olyan, ez ugyan, olyan, mint egy mérleg, hogy, hogy akkor nagyon erősen így, puff, így levágódik a mérlegnek az egyik oldala, és akkor és akkor csak a másik oldalon meg csak ilyen vergődés lesz. Uh -huh. Igen, és akkor én még mindig azt, hogy, hogy mi az, amit tudsz ö, javasolni, akkor, hogy a visszatartás helyett mit lehet csinálni, hogy ez nagyon érdekes, mondjuk, tehát hogyha az is ö, érdekes egy ilyen, ö, vagy magamat figyelem így az önkapcsolódások során, és abból tudok vagy némi tapasztalatról így beszámolni, vagy megosztani, hogy amikor, amikor azt érzem, hogy így mondjuk a testemnek, mondja, hogy melkasomnál, vagy a fejemnél van több energia, akkor, akkor szoktam csinálni azt a maszturbálás elején, hogy mindig így összeszorítom lent a, a medencémet, hogy menjen a több energia a medencémbe, és... Ö, és összeszorítom, és elengedem, és ahogy összeszorítom, és elengedem, és levegőztetem azt az egészet, úgy tud, úgy tud, jobban fellazulni, és jobban megtálni energiával. És, és ugyanez a másik oldalon, amikor, amikor, amikor úgymond egy ilyen kiterjedt orgazmus állapot előtt állok, és bele tudnék lépni valahogyan ebbe az állapotba, akkor ugyanezt csinálom, csak akkor már más, más máshogyan, máshogyan Máshogyan kapcsolódok hozzám, mikor. Tehát igen, mikor már sok az energia a medencémben, és már elkezdett kiterjedni a testemben, és már érzem, hogy vannak ilyen nagyon erős hullámok. Ez most önkapcsolódás. Akkor akkor érzem azt, hogy mikor nagyon kivonódik az energia, vagy mikor nagyon érzem már a lábamban, vagy a testemben, vagy a fejemben, hogy ott már több energia van, mint a medencémben, akkor megint visszatérek a farkamhoz, vagy a medencémhez, és akkor jobban, 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 fo jobban oda teszem a fókuszt. De a következő pillanatban meg fellazítom. Tehát, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen játék, hogy összeszorítom a PC izmot, elengedem, összeszorítom, elengedem, és hogy minél, tehát hogy minél jobban befeszítem, annál jobban megy oda az energia, és ez, ez mint a mozgással, mint a levegőzéssel lehet ezt így járatni, ezt a, ezt a rendszert magunkon belül, és ahogy, ahogy ez így át, átjáratódik, ugye megnyílik annak a lehetősége, hogy, hogy már egy ilyen önjáró lesz, hogy igazából nem kell nekem. Tehát, hogy már gyönyörben vagyok, tehát, hogy már meg kiterjedt gyönyör állapotban van a testem, hogy Úristen, hogy, hogy elkezdett élni és élem, hogy a szexuális energia egyszerűen csak kiáramlik rajtam befelé, és nincsen. Tehát, hogy nincsen, nincsen az, hogy ilyen megfeszítet, megfeszítettség nélkül. Felszabadul a testem konkrétan. Tehát igazából a szexnek ez lenne a lényeg, hogy. a szexnek meg az önkapcsolódásnak is ez lenne a lényeg, hogy felszabadítsa a testünket, hogy megszüntesse az összes ilyen blokkot belül. De hogyha. De ha hogyha elélvezünk két, két öt perc alatt, akkor akkor ugye egyből lesz kirobban ez az energia, akkor nincsen... Mert azt akkor, gondolod, Akkor, hogy, akkor hogy nem, tesz, ne, nem, nem tartom tiszteletbe a saját energiámat. Igen. Igen, És hogyha nem tartom, lesz. tisztelet, nem tartom tiszteletbe, akkor az el fog menni tőlem. Valamilyen módon, hogy lekanyul a farkam, vagy elélvezek. És, utána hogy vagy megszabadulok a, vagy. a szituációtól. Igen. Mert hogy nem akarok valamilyen módon szembenézni azzal, hát akivel az, a pillanatban a stressz, megnyilvánulok. Tehát így levezetted a stresszt. Ennyi. Két perc, öt perc, levezetted a stresszt. Ennyi csá, nem kell vele foglalkoznom tovább. És valahol ez a nem kell vele foglalkoznom tovább, ez nekem ilyen kicsit struc politika, hogy ez a, ó, most van egy stressz szituáció az életemben, kurvára stresszes vagyok, full fel vagyok húzva, na jó, akkor most szexeljünk egyet, két perces menet, oké, okay, megszabadultam a stressztől, de igazándiból megszabadultál a stressztől, vagy csak átmeneti megkönnyebbülést kaptál. És ez a struc politika, hogy nem vagyok hajlandó ránézni arra, hogy mi az, ami más lehetséges itt, mi más terem Hetek itt, mi az, amit én csinálok itt, milyen változás kéne ehhez. Ehelyett elmentem egy pillanat alatt, és ennyi, már nincs meg az a stressz, de holnap ez újra, újra megjelenik, vagy egy óra múlva, vagy tíz perc múlva, mert hogy tulajdonképpen semmi más nem történt, energiát veszítettél, és lehet, hogy még. Tehát ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy ez még szarabb lesz, és még szarabb, és még szarabb, mindaddig, amíg nem vagy hajlandó ránézni, hogy mi mást válta, változtathatsz itt, mi más lehetséges itt, mint ami eddig volt. És ez, amit te mondasz, azt érzed, teljesen az, hogy oké, okay, nem az van, hogy kirakom magamon kívülre, hanem itt van bennem, és itt most belül mi az a változás, ami lehetséges, és mi az, amit át tudom fordítani egy teremtő energiává, nem Igen. kirakni kívül. És lehet, hogy ez ellenállás fog generálni a testemben, vagy fájdalom lesz benne, de akkor az megmutatja azt, hogy most jó helyen vagyok-e, vagy nem. Tehát, hogy ez mindig meg fogja nekem mutatni azt, hogy én, én jó helyen vagyok-e, vagy sem. De és hogyha ezzel jelen tudok lenni ezekkel a változásokkal, vagy ezekkel a folyamatokkal, akkor... Tehát, na. Igen. Tehát, hogy... És itt elé lesz a férfi is energiával. Igen, és azt ilyen... akartam mondani, hogy amikor én szoktam csinálni egy ilyen, ilyen 10-15 perces ilyen önkapcsolódásokat, így napközben is, hogy legyen akár hogy akár a kismedencei, vagy a farkammal való kapcsolódásról szól, vagy, vagy mit tudom én csak leülök, és, és, és magamra teszem a kezemet, és meglevegőztetem magamat, vagy meghallgatok egy ilyen Joe Dispenza meditációt, tehát mindenkinek, mindenkinek más, de hogy így érzem, hogy nagyon sok ellenállás így felgyűlik a testemben, vagy nagyon leül, vagy beül valahova az energia, akkor így valamilyen szinten én is tökre érdekes, hogy nagyon sokszor elmentem abba az irányba, hogy akkor most À, akkor most, akkor most kiverem a farkam. És, és tök érdekes, hogy volt is, amikor ez így, így ére, tehát, hogy már elkezdtem ezzel a tudatos szexualitással foglalkozni, és megnézni azt, hogy, hogy milyen más utak vannak, de így éreztem, hogy azon kaptam magamat, hogy hú, basszus, de szeret, tehát, hogy szeretném, hogyha, hogyha lenne egy ilyen, egy ilyen intenzitás, vagy egy ilyen csúcsállapot, és hogy, Baszki, hogy nem, tehát, hogy a testemnek az egyáltalán nem volt jó utána. És éreztem, hogy olyan fáradt vagyok, holott nem is igazából ez lett volna a szándékom, és így egy ilyen, egy ilyen hülye érzés volt, hogy ú, Oldára basszus. Oldalra fordultál és aludtál? Vagy nem? Nem, de hogy volt egy ilyen büntetet, meg egy ilyen szarézés wow. bennem, meg egy ilyen, wow. egy ilyen energiavesztettség. És igazából ez, hogyha ha másra tudjuk ezt használni, akkor én azt veszem észre, hogy így, így teljesen egy ilyen más, más mindsetbe tud tenni, vagy más ilyen energiakörbe tud tenni ez, a, ez, a, ez az állapot, amikor, tehát hogy lezsibosztja a kezeimet, meg az agyamat, hogyha, tehát hogy nem, nem arról szól, hogy, tehát ellazít, ellazít, kivezeti a feszültséget, vagy, ki enged, elengeded. De hogy a ez feszültség. úgy engedi el, hogy nem úgy engedi el, mint amikor kiverted és kívülre kiengedted ne, a feszültséget, igen. hanem úgy úgy engedi el a feszültséget, hogy gyakorlatilag áttransformáltad ezt az energiát egy más érzetté a testedben, ami viszont tápláló, generatív, teremtő hozzájárulás, örömenergia a testedben, ami benne van. Legalábbis én ezt így érzem. Nekem el. olyan, hogy hogy amikor így vagyok, ebbe a teljesen ellazult, belelazult energiával feltöltött, hogy olyan, mint hogyha a ilyen egységközösségben lennék így mindennel, és hogy minden elérhető, annélkül, hogy tényleg különösebb erőfeszítést kéne tennem, vagy valamit küzdeni kéne érte. És hogy ez egy ilyen felemelő, ilyen nagyszerű, ez ilyen békés, ilyen tényleg ez a ilyen nagyon, nagyon ilyen wow, és ilyen nagyon flow nekem. Tehát, hogy ilyen teljesen ilyen lebegős vagy, tudod, ilyen nagyon sok kép, de hogy egy csajnál vissza, mert ugye ezek az a baj, hogy próbálnám definiálni, de az ugye mind, mindegy, csak szűkíti azt, ami ilyenkor van. Úgyhogy igen. És hogy ú, volt egy gondolatom közben. Igen, ezt ilyen elmesélted, hogy önkapcsolódás, és amikor ugye ezt ugye így lehet gyakorolni egy férfi, hogy az a jó, hogyha elkezdi ezt így magával, tehát ezt, csak ezt így játszik vele, amit így elmondtál, és akkor így, hogyha így kapcsolódik mondjuk egy nővel, vagy a partnerével, akkor ugye én tudom, hogy én nőként így ebbe belekapcsolódni nagyon-nagyon könnyű. Tehát nagyon nagy hozzájárulás, hogy ellazuljak, mert amikor egy férfi visszatartásból van, és tényleg lát, tehát, tehát még nem is látom, hogy érzékelem, hogy visszatartja magát. Ez olyan, mint hogyha engem is így, mint amikor a, ott van tényleg a lovas fogatod, minden erőddel visszatartod, ez én, nekem is az az érzésem, mint hogy majd kirobbannék, és valami így visszatart. Tehát, hogy pedig, pedig tényleg az elég el nem kapnád meg az igen, ahhoz, igen. Hogy, na, oké. Okay. És tudod, érzem, vagy hogy, mint hogyha erővel a kukta fedőt még, még ott tartanám, és tudod, még jobban fokozódik ez a robbanás, hogy, hogy ez így tényleg kihatással van a partnerre. Igen, az haragot el... gerjez benne. Tehát, hogy így nem tudsz mélyülni mely a saját mm -hmm. maga magadba, vagy a saját gyönyörödbe, mert azt érzed, hogy a másik visszatartja az energiát. Igen, pedig tényleg. Vagy nem? Vagy nem igen, tudom? De, teljesen. Így... Szóval na, igen, tehát, hogy ez ilyen kölcsönös hatás, tudod, ez, tényleg ezek az ilyen kölcsönösen hat. Ö, ja. Igen. Érzed azt, hogy mi zajlik igen, a másikban? Igen, anélkül, Akarva, hogy... akaratlanul. Igen. igen. Na, ezért volt nekem így ez a kérdésem, és akkor tényleg köszi, hogy ezt ilyen szépen elmondtad, tehát nőként ugyanezt csinálom. Tehát, hogy te gyakorlatilag, amikor a fokozom, tehát az, amikor orgazmus előtti pillanatok vannak, és ugye akkor abba belelazulva, és akkor ezt itt tényleg úgy szoktam mondani, hogy többről többre megy, mert hogy így ez mindig így emelkedik. Tehát, hogy ez a, erre így mindig így többről többre megy ez, mint energia. Én nagyjából ugyanígy emelem ezt a fokozom föld, és terjesztem ki az izgalmi állapotomat. És ez visz el egy olyan extázisba, egy olyan földön túli ilyen isteni, meg nem is tudom, mikkel lehetne lehetni, de hogy, hogy, hogy nagyon nehéz ezt úgy külről írni, hogy mi az, hogy ez mindenkinek egyedi, egyéni megtapasztalás. És hogy tényleg az, hogy ezzel lehet játszani. Tehát sokkal több van azon a két-öt percen túl, bár lehet, hogy. Tehát az, amikor már ennyire, ugye már az a tudat, hogy tudom, hogy képes vagyok rá. Tudom, hogy képesek belelazulni férfiként, így ebbe, és nem a visszatartásból. Már az is ad egy magabiztosságot, és ugye ez az idő, ez a gyakorlással, vagy ugye, hogy ezt itt többször megélve, azért valóban rövidil, rövidül, mert nőként is már nem kell óra, hogy eljussak oda, hogy na, belazuljak, és hogy... Igen, Tehát, de ehhez hogy... fel kell épülni annak Igen. Egy, idegrend, egy más idegrendszerű Igen. működésnek, és amire ez nem mond ez mindenkinél más, de hogy de hogyha megszoktam valahogy, vagy be vagyok valahogy húzalozva, akkor ezt megmásítani, ö, egyrészt ez félelmet keltő, ö, ez gyakorla, elmondva, hogyha én tényleg így a, a, vágyamhoz kapcsolódok, és tényleg ott jelenlétből vagyok jelen, akkor ott elkezdhetek azonnal aggódni, hogy fel fogok tudni izgulni, vagy feláll a farkam, vagy gyönyörbe tudok egyáltalán kerülni, mert akkor való Hiába magamat mutatom meg, vagy az én izgalmamat mutatom meg. Tehát, hogy egyrészt magamnak és a másiknak, és hogy ez bevállalni valójában ezzel jelen lenni, ez, wow. ez tök, nagy, ez tök most, nagy kihívás. Ez most azt hozta föl bennem, hogy ez, amiről te beszélsz, ez a szexben valós, seb, igazi sebezhetőség. Az, amikor már a szexben nem egy állarcot viselsz, hogy na én vagyok a férfi, én vagyok a nő, hanem a minden is vagyok. Minden is vagyok, és bármi is hajlandó vagyok lenni. És ez akkor a sebezhetőség, hogy... Wow, köszi, Lassi. köszi, hogy ezt megosztottad. Mm. Igen, és ugye, hogy ez a sémákat, tehát sokszor nehéz ezeket a sémákat, ugye azt az utat, ami úgy már berögzült, ugye az évek, ugye mondjuk egy masturbáció, vagy egy együttlét, hogy na van egy orgazmus séma, van egy előjáték séma, ugye ezeket nagyon nehéz, vagy lehet, hogy nehéz átírni, hogy mi van, hogyha inkább egy újat, tudod, egy újat kísérletezünk ki, igen, és, és itt, itt az lehet ö, hozzájárulás, amikor ugye ez a oké, okay, hogy eddig ezt használtam, ez jön föl, de akkor most mit? És akkor ez az a kérdés, ami, az az, amit, am, ez az, amit kérdésben, hogy használjátok ezt a kérdést, hogy mi más lehetséges itt most, mi más lehetség is itt még, amire nem is gondoltam, és ne agyból kezdjétek el megagyalni, hogy Ó, akkor még láttam ezt meg azt. Nem, hanem csak egyszerűen engedjétek, hogy ez a kérdés majd valamit felhozzon, amit lehet, hogy soha az életedben nem találkoztál vele, de mégis ez a kérdés fog neked akkora teret nyitni, akkora lehetőségeket teremteni, ami majd egyszer csak elkezd megmutatkozni. Tehát használjátok, használjátok ezt a kérdést, hogy mi más lehetséges itt még, milyen más lehetőségeim vannak, mit tudnék itt mást megtapasztalni azon túl, mint amit eddig csináltam, vagy amit eddig megtapasztaltam. Szóval, hogy menjetek ezekkel a kérdésekkel, ne agyból akarjátok őket megoldani, meg megszerelni saját magatokat, ez a legfontosabb, hanem csak engedjétek meg, hogy valami új megmutatkozzon. Hú, nagyon ki. Jó, Sziasztok. akkor találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok.